Új év, új én, tartja a mondás. Az új esztendő a fogadalmak időpontja, amikor reméljük, hogy másnap valami jobb veszi kezdetét. Ha valamire, akkor a 2020-as évünkre ez biztosan elmondható, hiszen sokak számára nem ez volt a legszerencsésebb esztendő. Ez a számadás az évértékelés ideje, amikor átgondolhatjuk, mi minden történt velünk az évben, és mire szeretnénk a jövőben odafigyelni. Megkérdeztük Tolnaváros lakosait is, hogy hogyan értékelnék a 2020-as évet, és mit várnak az új esztendőtől. Volt, aki egy új otthon reményével indult neki 2021-nek. Hogy sikerüljön házat vennünk. És az előző évre mi a véleményed? Hát nekem csak szerencsétlenségem volt, úgyhogy igazából nem tudok róla mit mondani. Ez nem jött be. Van, aki nem bízik abban, hogy egy jobb, sikeres évvel nézhetünk. Kisebb járványt, mint ami tavaly volt. Szerencsére engem anyagilag annyira nem érintett, mint másokat, nem vesztettem le a munkahelyem. Nem is csökkent a bérem, tehát biztos voltak sokkal rosszabb helyzetű emberek is, mint én tavaly. Mások reménykednek, hogy enyhül a járványhelyzet. Sok minden jót nem, sajnos nem hiszem, hogy sok jó, semmi jót nem várhatunk, én nem bízok benne. Tett valami újévi fogadalmat? Nem tette, nem szokásom, úgyse tudom betartani. Remélem, hogy jobb lesz a 20-as évtől, azért abba bízom. Akadt olyan is, aki szerint minden csak megközelítés kérdése, és inkább látja félig telinek, mint félig üresnek azt a bizonyos poharat. Tett valami újévi fogadalmat? Persze, hogy minden engem megállító riporterne megállok. Mi a vélemény az előző évről? Mindig ez hozzáállás kérdése. Ezt lehet jól is értékelni, lehet rosszul is. Én azt gondolom, hogy kihoztuk belőle a maximumot, amit ki lehetett. A következő év mindig számos újdonságot és lehetőséget tartogat számunkra. Érdemes újévi fogadalmainkat, céljainkat átgondolni, hogy megvalósításukra tudatosan készülhessünk.